A Wolff-féle biorezonancia az emberi szervezetben mindenütt jelenlévő elektromos rezgéseket méri. 30 terület kerül mérésre, a megoldás egyénre szabott, mindenkinek más a rezgése és más rezgésű gyógynövényre van szüksége. A Wolff-féle méréssel most megállapítjuk a szervek rezgését. Először beállítjuk mindenkinek a frekvenciáját, és rátesszük a szerveket, a vegetatív idegrendszert. Akkor a szorongás, tehát erre. Ez például nem jó. Hát ez az oldat nem jó. Megtaláljuk a megfelelő megoldást, ez a resi gomba lenne. Az idegrendszer volt az írisbe gyengébb, ezzel egy kicsit többet foglalkozunk. És megnézzük a geoszmogot. Még. Az is nagyon erősen megvan. És zavarja az idegrendszert. Aludni tudsz? Nehezen. Nehezen. Akkor ebből adódik az, hogy ha a tobozmirigyet nézzük, az 20-as, tehát nagyon rossz helyen van az ágyad, a fejed. Geoszmogban van. Az idegrendszernél tartott, megállapítottuk, hogy az erős szorongást és ezt a belső feszültséget egyrészt a geoszmog, elektroszmog és a glutén okozza. A gyomor, ez 40-es, ez elfogadható. Helikobakterium, szintén 40-es, elfogadható. Vastagbél, szintén 40-es. És a bélflóra, az viszont nagyon gyenge, az 10-es. Hát ezzel is foglalkozni kell. Itt találunk egy nagyon jó bélflóra javítót, a Regaflort, amely mindenkinek a saját bélflóráját építi helyre. Bármi más terméket nézünk, az gyenge, nem működik. Gombák közül is látjuk, hogy ez nem. Még a resi gomba 80%-ban segít a probléma megoldásában. A vékony bélnek a problémája a gluténérzékenység, nehéz fémterheltség nem, elektroszmog egy nagyon 80%-ban van, és a geoszmog, tehát nagyon rossz helyen van, ismételten mondom, az ágy, ezt le kellene védeni. Megnéztük ezt a 30 területet, ahogy elmondtad, a panasz volt az, hogy az alvászavar, fáradékonyság, rossz közérzet. Amit megtaláltunk okot, egyszer az élelmiszerek közül a glutén, ami nem jó neked, aztán az elektroszmog, ami probléma, és a geoszmog. Ezt az íris elemzésből is láttuk, hogy nem jó helyen van az ágyad, a föld káros sugaraiba, illetve a konnektor. Tehát a legegyszerűbb megoldás, hogyha megfordulsz, hogy elrakod az ágyat, vagy pedig egy rézlepedő, ami leárnyékolja a földnek a káros sugarait. Ami még nagyobb probléma, a vékony bélnél találunk egy bélflóra hiányt, ami később majd ásványi anyag hiányt hoz, de ez most egyelőre még nem található meg. Ezért, amit javasolni tudnék, ugye mivel nullás vércsoportú vagy, a paleo étkezés, tehát a gabonaféléket el kellene hagyni, a bélflórát fel kellene javítani, ez a bélflóra feljavítására a Regaflor
ami nagyon fontos, ugye ezt már beszéltünk róla, mindenkinek a saját bélflóráját építi helyre, inulint és bétaglukán tartalmaz, és immunrendszert is erősít. Jó, ezek volnának, 3 hónap múlva visszakontrolláljuk, és meglátjuk, hogy milyen hiányosság marad még. Ha gombába gondolkodunk, akkor a resi gomba az, ami jó lenne. Ez eszencia. Erről azt kell tudni, hogy biotermesztésből van. Nagyon picit kell belőle használni. 2x3 × 1 ml. Egyik nap egyiket kell szedni, másik nap a másikat kell szedni. Van-e valami kérdésed? Nincsen. Jó. A honlapon mindent megtalálsz. Mindenkinek a figyelmébe szeretném ajánlani az Eubiotika kiadványunkat, amelynek az a célja, hogy hogyan tudjuk az egészséget megőrizni. Bővebb ismereteket találhatnak a honlapunkon, a www.vitalisegészség.hu honlapon. Terveink között szerepel egy következő adás, amikor részletesen beszélünk a bélflóráról, az ízületekről és egyéb problémákról. Mindenkinek jó egészséget kívánok!